szigorodott az önkormányzati lakásbérlés rendszere rendelete. Pécsi viszonylatban egy pár mondatban össze tudnám foglalni, hogy mik azok a jelentősebb változások, amelyek érintik a bérlőket, és remélhetőleg mind a bérlők, mind pedig a többi tulajdonos szempontjából kedvező változásokat fog hozni. Egyrészt a lakbér vonatkozásában lesz egy alapvető változás, a jelenlegi kettős rendszer helyett egy négyes csoportosításba tartozó lakbérrendszer lesz, egy úgynevezett szociális egy, szociális kettő, egy költségelvű és egy piaci lakbér. Az a bérlők és a lakáshasználók a jövedelmi és vagyoni viszonyaik alapján kerülhetnek besorolásra ezekbe a kategóriákba, melyet az idejében november 30-ig kell kérelmezni a lakásreferatúrán, amely alapján január 1-től az annak megfelelő lakbért fogják megfizetni. Bocsánat, ez azt jelenti, hogy az összes mostani önkormányzati lakást bérlőnek fel kell keresni az irodát, emiatt? Az összesnek, nem csak annak, aki valamelyik kedvezményes kategóriába szeretne tartozni. Ugye ez már tavaly is életbe lépett, tehát ha nem változtattuk volna most a tavalyi rendeletet, akkor is az idei évben, akik kedvezményes lakbért kívántak volna igénybe venni, azoknak újból kérelmezni kellett volna, hiszen ezeket a jogosultságokat egy évre állapítjuk meg. Tehát az idei évben, aki szociális lakbért kért megállapítani, annak évvégével amúgy is lejár ez a jogosultsága, tehát mindenképpen ismételten fel kellett volna keresni. Ez nem egy hosszú eljárás, egy sima A4-es formanyomtatványon csatolva a jövedelmi viszonyokat kell igazolni, a jogosultsági feltételeket. Azt gondolom, ahhoz, hogy utána az egynegyede lakbért fizesse valaki a lakásért, ezt egy évben egyszer elvárhatjuk, hogy megteheti, és ez azért történik, hogy a későbbiekben hatékonyabban tudjuk működtetni a lakásrendszerünket. Említettem az elején a szigorítást, miben nyilvánul ez meg? A szigorítás részének alapvető társadalmi indokai voltak, hiszen nagyon sok esetben, így például az önkényes lakásfoglalók, az alapvető társadalmi együttélési normákat be nem tartók, valamint az önhibájukból szándékosan a szolgáltatásért díjat nem fizetők szempontjából változtatásokat kellett eszközölnünk, hiszen ezek a társadalmi csoportok a többiek életvitelét, életkörülményeit, illetve a város gazdálkodását lehetetlenítették el. Ennek a megoldására szolgál az a rendelkezés, miszerint abban az esetben, ha indokoltnak látjuk, akkor már 30 napos fizetési késedelem alapján fölmondhatjuk a bérleti szerződést. Másrészt viszont a hosszabbításoknál feltétel, hogy ne legyen közüzemi díjtartozás. Amennyiben van, és ez önhibán kívüli, akkor megállapodást kell kötni az adósságrendezésre a jelenlegi fogyasztás egyidejű teljesítése mellett, és ezekkel az eszközökkel talán hosszú távon biztosítani tudjuk azt, hogy egy fenntarthatóbb és igazságosabb rendszer tudunk működtetni. Emellett az önkényes lakásfoglalók ugye egy nagy probléma. Többször hallhattunk már a médiából az elhíresült esetekről. Ennek a megoldása érdekében több eszközt is alkalmazunk. Egyrészt az üres lakásokat mielőbb megpróbáljuk feltölteni. Erre egy új lakhatóvá tételi pályázatot hoztunk létre, amely azt szolgálja, hogy önerőből az azonnal nem beköltözhető lakásokat bérbe adjuk azoknak, akik vállalják ennek a rendbetételét. És emellett azokat az épületeket, ahol lakhatásra alkalmas körülmények jelenleg nincsenek, és gazdaságilag nem racionális a felújításuk, azoknál időben meghozzuk a döntéseket, és megtesszük a lépéseket azért, hogy kiürítsük azokat a házakat, és felszámoljuk, azaz vagy eladjuk, vagy értékesítjük, illetve esetleg, ha más funkcióra alkalmasabb, akkor átváltoztatjuk, és az ebből befolyó pénzeket visszaforgatjuk a lakásgazdálkodási célokra. Nyilván nem minden bérlőt érint ez a kérdés, nagyjából van-e felmérés arról, hogy hány embert, hány családot érintett a kérdés? Maga az új lakbérrendszer az a piaci lakbérre jogosultakon kívül szinte mindenkit érint, tehát a kérelem alapján három új csoportba kerülnek majd besorolásra. Emellett, akik rendszeresen fizetnek, azokat más vonatkozásban nem érinti, ahol pedig elmaradás van, ott pedig az a lényeg, hogy aki önhibáján kívül kerül olyan a helyzetbe, hogy átmenetileg vagy tartósan nem tud minden szolgáltatási díjat megfizetni, az mindenképpen időben jelentkezzen, vagy a szociális központunknál, az illetékes területen, vagy a családsegítő szolgálatnál az adósságkezelési programba, vagy pedig a lakásreferatúrán, illetve a bérleménykezelőnél, hogy időben megállapodásban rögzíteni tudjuk azokat a feltételeket, amelyek mellett megtarthatja a bérleti jogviszonyát. Ez a lakásrendelet mennyire tudja megoldani a mostanában felmerült előkerülő, úgymond akik a garázsokba költöznek be ezeknek a kérdését? Hát azt a problémát talán közvetlenül nem tudja kezelni, hiszen az egy speciális probléma, és őket
ezeket a jelenlegi lakásállomány figyelembevétele mellett nem tudjuk soron kívül elhelyezni, hiszen általában ezeknél a családoknál, akik beköltöznek önkényesen, régebbi lakásigénylők több gyermekkel állnak sorba. Igazságtalan lenne, ha valakit csak azért helyeznénk előtérbe és elsőbségbe, mert önkényesen valahova beköltözött. Tehát erre inkább a szociális ellátórendszerünk többi eleme, például az átmeneti szálló, a gyermekek ott átmeneti otthona, illetve a családok átmeneti otthona szolgál, illetve nagyon sok esetben az önkényes lakásfoglalók vonatkozásában kiderül, hogy meg tudják oldani családon belül, ismeretségi körön belül, vagy albérletet bérelve, csak egyszerűbbnek tűnt önkényes beköltözéssel ezt megoldani, ezt a problémát.